mindenkit. Hoppá. Hát én arra kaptam felkérést, hogy itt a joghoz szabad szoftverek tekintetében a joghoz egy picit próbálják hozzászólni. Ezen belül is egy kritikus témával szeretnék foglalkozni, pedig a szabad szoftvereknek a felhasználhatóságával, illetve azoknak a korlátaival inkább. Leginkább a szabad szoftverekkel az jut eszünkbe, hogy letölthetjük, meg hozzáférhetünk, és ebből az következik talán, hogy azt gondolják sokan, hogy ezt ingyenesen is tehetjük, illetve korlátlanul tehetjük. Márpedig ez leginkább nem így van, kivéve néhány ritka esetben, és ezért talán most megnézzük végig, hogy a magyar jogszabályok elsősorban mit mondanak arról, hogy a szoftverekkel, illetve a szabad szoftverekkel mit lehet csinálni és mit nem, illetve hogy ha a jog, tehát hogy a szabad szoftverek ugye megpróbálnak a jog alól is kikerülni, illetve saját önszabályozó rendszereket kialakítani, ezek lesznek majd azok a bizonyos licenszek vagy felhasználási szerződések, amik meg fogják határozni, hogy az adott szoftverrel mit tehetünk és mit nem. Itt a tartalmi jegyzék, hogy nagyjából ezekről lesz szó. Először azért elmondanám, hogy szerintem mi a szoftver, illetve hogy a jogszabályok közül, ha meg is határozza valami, mi határozza meg, hogy mi a szoftver. Talán itt a fogalmat egy kicsit tisztázzuk, illetve utána fogjuk nézni, hogy a jogszabályok milyen korlátokat, illetve engedélyeket adnak számunkra, ami elvileg minden szoftverre igaz, illetve hogy aztán majd a szoftverek, illetve a szabad szoftverek közül is, hogy honnan fogjuk megtudni azt, hogy mit tehetünk az adott szoftverrel és mit nem. Hát igen, hogy mi a szoftver, az általános fogalommal sem mindig gondolom, hogy tisztában vagyunk. Ez ugye a maga a szoftver, az inkább csak annyiból érdekes, és azért is írtam ezeket ki, hogy a jogászok, illetve a jogot alkalmazók mit gondolnak a szoftverről. Hát semmit egyébként hozzáteszem, mert az jogszabályokban egyetlen egyet kivéve egyáltalán nincsen meghatározva, hogy mi az a szoftver, mi nem szoftver, tehát így már rögtön itt egy kis bajba fogunk kerülni. De a bíróságok majd, ha esetleg valaki meg fogja kérdezni, hogy milyen alapban használtunk, vagy használunk egy szoftvert, vagy használtunk fel egy szoftvert, akkor az általános fogalmat, mert a bíró is a magyar valóságban él, hát ő is nagyjából tudja, hogy ez a program, ami a számítógépen fut, vagy a számítógépen van, mire való, nagyjából ezt a fogalmat fogja ő is alkalmazni, illetve ő majd fogja tudni, hogy vannak rendszer szoftverek, meg alkalmazó vagy alkalmazói, ez is majd nagy kérdés, illetve felhasználói szoftverek. De aztán itt rögtön egy érdekes dolgot írtam fel a legalúra, hogy rögtön majd egy bíróság vagy hát egy szerződésben is azt fogja mondani, hogy valami szellemi javakról van szó, és próbálja így behatárolni. Ezek már jobban meg vannak határozva a jogszabályokban, tehát ehhez tud majd kapcsolódni például egy bíró, amikor majd beperelnek minket, hogy engedély nélkül felhasználtunk egy szoftvert, hiába védekezünk azzal, hogy szabad szoftverről van szó. Nagyon fontos, hogy a fogalomhoz, illetve magához a témához hozzátartozik, hogy mi még a szoftver, és tehát ugye nem csak a maga a programkódról beszélünk, illetve a futtató környezetről, hanem a szoftver életciklusának megfelelően mindenképpen beszélünk a forráskódról. Forráskód is ugyanúgy jogvédelem alatt áll, mint bármi más. Egyébként a kézikönyv is, az önmagában is, mint mű, jogvédelem alatt áll, illetve még a, ugye majd itt a licensz, amit ki is emeltem, de egyébként meglepően az tartalmazó telepítő CD is, és a nyomtatott számla, tehát a róla készült számla is,
a szoftverhez tartozik a jog szerint. Ezt csak azért írtam föl, hogy próbáljuk meg elhatárolni két másik fogalomtól, amit sokszor használunk, vagy használhatnak önök is. Az adat az nem szoftver, és ilyen értelemben az adat nem is tartozik jogvédelem alá. Bár érdekes, hogy a szoftver is adat, de ez különbözteti meg a kettőt egymástól. A szoftver az egy szellemi termék, míg az adat az bármi lehet, ami számítógépes eszközökkel feldolgozható, megjeleníthető. Az adatbázis, a másik fogalom az adatbázis, ami az adatok egyfajta összessége, az egyébként fontos, hogy az is jogvédelem alatt áll, hasonlóan a szoftverhez, de mégsem szoftver, tehát nem a szoftverekre vonatkozó szabályokat, hanem az adatbázisra külön vonatkozó szabályokat alkalmazunk. Nagy átfedés van a kettő között. A jogászok, mi jogászok, mondhatom így is, talán ezt a fogalmat használjuk majd, és ezt próbáljuk ráeredtetni mindazokra, akik velünk kapcsolatba kerülnek. Nagyon érdekes, hogy milyen más formában rögzített, tehát a forráskódon és a tárgyi kódon kívül milyen más formában lehet rögzíteni egy szoftver. Semmilyen leírás nincs róla, de azt gondolom, hogy például egy folyamatábra lehet ilyen, tehát hogy ábrás megjelenítése is a szoftverhez tartozik. Úgyhogy ezeket védi elsősorban a jog, és akkor ide is kerültünk, hogy milyen védelem is az tulajdonképpen. Ez a szerzői jogvédelem védi a szoftvert, és a szerzői jogi törvény, aminek itt az előbb a számát láttuk, az fogja meghatározni, mit tehetünk, illetve csak ez határozza meg jogszabályi szinten, hogy mit tehetünk, és mit nem a szoftverrel. A tágabb értelmű szoftvert védi a szerzői jogvédelem, tehát a forráskódot is ugyanúgy védi generális szinten, tehát minden forráskódot véd a jogszabály, a szabad szoftverét is. De viszont a szerzői jogi törvény azt mondja, hogy mindaddig, amíg ez nem szoftver, tehát csak egy ötlet vagy egy elgondolás, azt nem védi a szerzői jogvédelem. Tehát ezért is fontos, hogyha majd esetleg egy kiadóval, egy szoftverkiadóval kapcsolatba kerülünk, akkor az ötletünket már jó előre valamilyen más dokumentációs formában megőrizzük, mert arra önmagában is kiterjed a szerzői jogvédelem, de szoftverként nem fog jogvédelmet kapni. Úgyhogy, hogyha majd elmennek egy programozóként vagy informatikusként valóban, és van egy ötletük, vagy hasonló elgondolásuk, akkor azt előre valamilyen más formában védelem alá kell helyezni, hogy a kiadó ne nyúlja le, mert ilyet előszeretettel csinálnak. Jó, a védelem maga az a szoftver vagy a mű létrejöttével kezdődik, és azt illeti, aki létrehozta azt a szoftvert, művet, bármilyen formában is jelenjen meg, ugye az előbb láttuk. Szerzői jogok közül, és már itt a szoftverekről is szó van, bár nem teljesen, a szerzői jogi törvény általánosan határozza meg, hogy milyen jogok illetik meg a szerzőt. Érdemes csak tudni, hogy a kétféle van, a személyhez fűződő jogok és a vagyoni jogok. A személyhez fűződő jogokról nem lehet lemondani, ezt nem is lehet átruházni. Tehát bármilyen módon keletkezik egy szerzői jogi művünk, vagy valakinek a szerzői jogi műve, még akkor sem mondhat le róla, ha szeretne. Ezt a szerzői jogi törvény nem teszi lehetővé. Szemben a vagyoni jogokkal, amik majd szoftver esetében, nem minden mű esetében, de a szoftverek esetében átruházható. És hát, hogy mit jelent a szerzői jogi védelem? Hát ez a személyhez fűződő jogok, és a vagyoni jogokat pedig ugye át tudja ruházni, és ez lesz majd a mi lehetőségünk arra, hogy egy másnak a szoftverét futtassuk, megfigyeljük, használjuk. Erre pedig a felhasználási engedély fog iránymutatást adni, ami szerződéssel keletkezik. Nagyon fontos itt kiemelnem, hogy a licensz, amit már az előbb használtam, illetve a felhasználási engedély, a felhasználási engedélyként szoktuk apostrofálni, pedig minden esetben szerződésről van szó, még hogyha
által szerződési feltételként is, licenszként is van közzétéve, akkor is nekünk el kell fogadni, ezt úgy többféleképpen tehetjük a polgári jog szabály szerint elutaló magatartással, írásbeliséggel, vagy tehát, hogy elkezdjük használni, ugye ez a ráutaló magatartás, vagy kötünk róla egy igazi szerződést, vagy egy saját nyilatkozatot teszünk, hogy a szerző által megírt szerződést elfogadjuk. De ez mindig szerződés és mindig két oldalú, tehát ilyen értelemben módosítható is. Nyilván a szerző joga azt is eldönteni, hogy az által ajánlotthoz képest a mi módosításainkat elfogadja vagy sem. Engedélyezi a felhasználást vagy sem. Felhasználásnak, hát a kicsikkel azokkal az összes mire vonatkozik, azért írtam föl, hogy azért ez is szoftvert nehéz kiállítani, bár jelen esetben nem teljesen kizárt. Nyilván itt ez a három kiemelt tartozhat hozzánk, egyébként meg a használat is, ami meg ugye itt nincsen. Ezek különösen egyébként csak a felhasználás módjai, biztos lehetne még mást is mondani. Ugye ez a három az, ami a szoftverre leginkább a jogszabályból is kiolvashatóan a szoftverre vonatkozhat. Szoftverek felhasználása, már említettem, hogy ugye a személyhez fűződő jogok nem átruházhatóak, ellenben a vagyoni jogok összessége igen. Ez többféleképpen történt egyébként, hogyha a munkaviszonyban hozunk létre például egy szoftvert, akkor ez a munkáltatót illeti ellenkező kitöltésig. Tehát az eleve átruháztuk a jogainkat, a vagyoni jogainkat a munkáltatóra, szemben viszont a személy jogainkkal, ami megillet minket, tehát a nevünket köteles még a kiadó ebben az esetben is feltüntetni. A jogszabály már rögtön engedélyeket tesz, bármilyen felhasználási módja lenne a szoftvernek, ezeket nem lehet kizárni, tehát hogyha jogszerűen szereztünk felhasználási jogot egy szerződés, egy szoftverre, akkor jogunk van azt többszörözni, átdolgozni, feldolgozni, fordítani, tehát másik programjára akár átírni. Hát ez nagyon érdekes, mert ugye a legtöbb nem szabad szoftvernél pont ezeket a fontos jogokat zárják ki, és ezeket részben ezek kizárhatóak, kivéve majd a biztonsági másolatra, illetve a hibajavításra vonatkozó jogokat azt nem zárhatja ki, például a Microsoft sem, pedig ezt megteszi. Magyarországon elvileg ez a fajta kizárás érvénytelen, arról egyébként egy egyezmény az Egyesült Államokkal is, éppen Microsoft szabálynak is hívjuk ezért sokszor, éppen a Microsoft miatt, hogy a Magyarország is bizonyos kivételeket alkalmaz a jogszabály kivétel alól, tehát a kivételek erősítsék a szabályt, tehát például a Microsoft hibákat nem szabad kijavítani engedélynél, külön engedélynél, külön. Jó sok van belőle. Egyáltalán nem szabad kizárni, tehát mi ezeket a tevékenységeket viszont mindenképpen lehetővé kell tenni, ezt a jogszabály is így nevesít, illetve ezekről a kivételek sincsenek, ezek azok, amiket minden szoftverrel szabad, amennyiben ugye felhasználási engedélyt szereztünk rá. Annak érdekében, hogy a tudomány fejlődése ne álljon meg, ezért minden szoftverre vonatkozóan ezeket az engedélyeket a jogszabály is megteszi. Szabad még olyan, ugye ez lesz majd a biztonsági mentés, illetve az együttműködéshez szükséges megfigyelés mindenképpen szabad. Tehát, hogyha egy másik szoftver kompatibilitását szeretnénk biztosítani, akkor az adott szoftver mindenképpen megfigyelhetjük, de akkor is meg kell vásárolnunk, hogyha ez egy kereskedelmi szoftver. És fontos, hogy a jogszabály kiköti, hogy ezeket az információkat, amit az együttműködés érdekében szereztünk meg, ezeket semmilyen más dologhoz nem használhatjuk föl, kivéve a saját szoftverünknek vagy kiegészítőnknek az együttes működéséhez. Nem adhatjuk el semmilyen módon, de a saját szoftverünkkel tovább licenszelhetjük, nyilván az így megszerzett információ eladása nélkül.
Hogyan használhatjuk fel a szoftvereket? Hát ez azért látni kéne, hogy nagyjából milyen szoftver licenc típusok vagy felhasználási engedély típusok vannak. Hát legfelül a, mondjuk például a Microsoft-nak a szoftverei, legtöbb szoftvere ugye majd a Windows 10-től eltekintve, amit állítólag ingyen fognak adni valakiknek. A nem szabad, hogy kereskedelmi szoftverek állnak, ezeket nyilvánvalóan általában meg kell vásárolni. A lehető legzártabb licencek, ezek jó hosszúak, a doboz felbontásával fogadjuk el. Amúgy a szerződést is a doboz tartalmazza, tehát ez azért egy könnyebbséget jelent, hogy felbontás nélkül kellene megismernünk a szerződést, de így is érvényes sajnos. És itt aztán minden jogunkat korlátozzák általában egy darab felhasználásra kapunk engedélyt a szoftver megvásárlásával. Nyilvánvalóan az egyes zárt licencek is azért eltérnek egymástól, generálisan azt mondhatjuk, hogy ez egy darab felhasználásra vonatkozik, és semmilyen további jogunk nincsen. Ugye említettem, hogy még azt, amit a jogszabályok ugye elírna, vagy lehetővé tenne, még azt sem engedik meg ezek a licencek, és a licenc elvesztésével jár, ha megsértjük a licencben írt feltételeket. Másik három fajta szoftvereknek, vagy felhasználási engedély típusoknak, ezek nagyjából egy körbe tartoznak, értelemszerűen a legzártabb licenszektől jövünk a legnyíltabb, a közkincs licenszek felé. Ezek átmenetet jelentenek, és ezt csak azért írtam föl, hogy a kettő között, hát talán ilyenek a félszava szoftverek közül, nem tudom, hogy hirtelen bárkinek beugrik el, ezek azok az Adware, Shareware, Freeware szoftverek, amik azért sok korlátozást tartalmaznak a licenszei, de általában vagy ingyenesen megszerezhetőek, vagy valamilyen időkorlátos módon felhasználhatóak. Ezek valamilyen időbeli korlátot, vagy felhasználási korlátot jelentenek. A félszava szoftverekhez tartozik még azok, amik egy adott felhasználásra adnak engedélyt. Ilyen például az oktatásban azt mondják, hogy például az oktatásban ingyenesen felhasználható szoftverek is félszava szoftvereknek, félszabad felhasználási módnak hívjuk. Hát az itt az egész konferencia témája és a szabad szoftverek, ami egy kicsit csalódva, mert ez az a licenszerési mód, ami egészen a zártól, tehát a kereskedelmi szoftverektől indul egészen a public domainig a közkincs szoftverekig terjedhet. Tehát ez egy akkora területet ölel át. Van olyan szabad szoftver, ami egészen zárt licenszel rendelkezik, erős licenszel, mindjárt lesz róla szó. Illetve nyilván a szabad szoftvereknek a végete az, amikor azt mondja a szerző, hogy bármit szabad csinálni a szoftverrel, saját név alatt akár kiadni, tehát egészen elbirtokolni vagy elbitorolni is lehetne a szoftver. Bizonyos megkötéseket még ott is tehetnek egyébként, de általában nem szoktak tenni. Jó, akkor nézzük meg, hogy a szabad szoftverek fogalmát kik határozták meg. Két szervezet is létrejött, akik a szabad szoftverek elterjesztésével és meghatározással foglalkoznak. A Free Software Foundation az egyik talán nem ismeretlen. Négy fő ismérvet írtak le, amivel a szabad szoftvert, mint megnevezést használhatja egy egyébként maga a licenszelő, tehát a szerző. Ezek a jogok, ezek éppen azt biztosítják, hogy a szoftverek terjedhessenek, bárki hozzáférhessen, és bárki tovább is fejleszthesse, illetve a továbbfejlesztést, a javítást saját neve alatt kiadja valamilyen módon. A másik fogalom, ami ugyanezt a lehetőséget írja le, egyébként kettő között a különbség az Open Source Initiative, a nyílt forráskodó szoftverek fogalmát határozta meg. Ez csak annyi a különbség, hogy ők a vállalati szektort célozták meg, tehát hogy a vállalati szoftvereknek a nyíltságát is propagálják, illetve elősegítsék. Ők egy kicsit más szempontból határozták meg a szabad szoftvert, és hogy ne legyen egyszerű a dolgunk, ezért ők egy másik fogalmat vezettek be, a nyílt forráskódú szoftver fogalmát, de egyébként mind a kettő tulajdonképpen ugyanazt jelenti,
és rögtön meg is kérdezném, hogy hiányzik a két felsorolásból, van, ami az előző négyben, vagy a mostaniban is sem található meg, hogy mi az, amit nem található meg. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy egyik sem tartalmazza, hogy ingyenesnek kell lennie. Tehát nagyon kell vigyáznunk a szabad szoftverekkel, egyáltalán nem jelenti azt, hogy ingyenes. Sőt, a nyílt forrásból tulajdonképpen tartalmazza is, hogy általában díjat kell érte fizetni. Igen, azért ebben szeretnék beleszólni, tehát hogy a nyílt forrás, egyrészt a szabad szoftver meg az open source között van egy kis különbség, a szabad szoftver sokkal szűkebb definíció, mint az open source. A szabad szoftver az egy open source, de nem minden open source szabad szoftver. Egyrészt, másrészt pedig azért az, hogy az ára vigyáz, vagy hogy vigyázni kell azzal, hogy valaki pénzt kér érte, az azért ugye nem így van, szabad szoftverekről beszélünk. Tehát lehet érte pénzt kérni, hogyha valakinek nem tetszik az, hogy valaki pénzt kér a szabad szoftverért, akkor nem fizeti ki, hanem letölti ingyen máshonnan. Már ha meg tudja tenni, tehát hogy a licensz az akkor... A licenszek, a szabad, mind az open source, mind a free software licenszek, azok kötelezővé teszik az elérhetőséget. Tehát, hogy akkor... A hozzáférhetőség. De a hozzáférhetőség, és ez jó, hogy beszélünk róla, tehát a hozzáférhetőség, tehát ugye itt a szabadság az a hozzáférhetőségre, nem az ingyenességre vonatkozik. Hát ez azért mondom, mert ezt mind a két szervezet elég alaposan kijelentette. Az, amit a forráskódját nem lehet elérni korlátozás nélkül, az nem nyílt forrás. Ezért is van az, hogy a szabad szoftver és a nyílt forráskódú szoftver azért nem teljesen, nagyon helyesen mondta a kolléga, nem teljesen fedi egymást. Mind a kettőnek az valóban a szabadság ahhoz, hogy szabad szoftvernek vagy nyílt forráskódú szoftvernek hívhassa magát. Ez egy tulajdonképpen védjegye a szoftvereknek, ahhoz azt kell, hogy hozzáférhető legyen a forráskód. De ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy bármilyen ellentételezés ne kérhessen érte a szerződést. Hát ezért azért vitatkoznék, tehát hogy az ingyenesség és a hozzáférhetőség nem feltétlenül jelenti ugyanazt. Ez körülbelül olyan, mint hogy bárki számára egy pályázaton elindulhat, ez egy szabad pályázat, de a pályázati anyag megvásárlása az pénzbe kerül. Tehát, hogy ott fizetni azért kellhet. Nyilván a legtöbb szabad licensz, szabad szoftver licensz, vagy együttesen egyébként ezeket flossnak vagy fossnak hívjuk. Inkább használjuk magyarul a floss szót, ugye egy free, libre, tehát hogy ott a szabadság. Ugye a free az angolban az ingyenességet is jelenti, és ez okozza itt a legnagyobb problémát. Tehát, hogy a libre az, hogy szabadon terjeszthető, hozzáférhető, ez nem jelenti azt, hogy ingyenes, és az open source van benne, és ez együtt, ez egy nagyobb fogalom, ez tartalmazza a szabad szoftvereket, illetve a nyílt forráskódú szoftvereknek az összességét, és ezt mind a két szervezet most már kezdi elfogadni. Miért szabad a szoftver? Ugye már az előbb megbeszéltük, tehát azért, mert felhasználható, hozzáférhető a forráskód valóban, tehát most erről beszéltünk sokan, másolható, visszafejthető, ha szükséges, tehát például egy szoftverváltozatnak a forráskódja elveszett, akkor ezt újra előállíthatjuk, tehát visszafejthetjük. Például az Apple vagy a Microsoft ezt egyáltalán teszi lehetővé a visszafejtést, ez a licensz megsértését jelenteni. Nyilván a szabad szoftver licenszek ezt abszolút lehetővé teszik, illetve a különböző kihajlásokat vagy változatokat, maga publikálását is minden szabad szoftver licensznek lehetővé kell tennie. Milyen licenszeket ismerünk? Három fő licenszelési formát ismerünk. A közkincs licenszek, ezek a public domain licenszek, ezek a legmegengedőbbek, tehát ez talán az ez-íz, hát, hogy az olyan formában, ahogy kapod, a szerző még felelősséget sem vállal általában a szoftverért, hogy az olyan, amilyen használ úgy, ahogy van. Minden jogot megenged, tehát semmilyen jogot nem tart fönt, legfeljebb azt, hogy a neve valahol a forráskódban vagy a kompiláció mellett megjelenítése kerüljön, de általában még az sem. De itt semmilyen megkötéssel nem kell számolnunk. Jellemzően ezek ingyenesek is nyilvánvalóan.
tehát ezek azok, amik szükségszerűen ingyenesek. Azok a public domainben az ingyenesség azért egy általában elvárható feltétel. A BSD jellegű licenszek, a BSD jellek, azok már egy kicsit, azok nagyon megengedő licenszek, de a public domainnél egy kicsit mégis korlátozottabbak. A copyleft licenszek pedig a ugyan megengedő licenszek a zárt licenszekhez képest, a kereskedelmi szoftverekhez képest, de ugye a copyrightból jön, ezt próbálja hangsúlyozni a copyleft-tel, a megfordított C-betű egyébként a jele általában. Ezek ugye azt, hogy a jogokat engednek, nem jogokat vesznek el, tehát nem tiltanak, hanem azt mondják, hogy mit szabad a szoftverrel tenni. Általában majdnem, hogy mindent, mégis azért vannak korlátozások benne, jellemzően a névfeltüntetés, a maga az felhasznált szoftver forráskódjának az érintetlen hagyása, ha csak nem az valamilyen javítást tartalmaz, de annak a jelzése. Tehát, hogy jellemzően olyan jogokat tartanak fel, amik a saját terméküknek a megőrzése, a változatlanságához tartozik, azzal, hogy természetesen a továbbfejlesztést megengedi. Ja igen, a BSD jellegű licenszeknél ugye ott az abszolút, erről beszéltünk. Ja igen, nagyon fontos, hogy a közkincs domének, a public domének hogyan alakulnak ki, vagy maga a szerző mond le róla, vagy a 70 éves Magyarországon csak a 70 éves jogvédelmi idő letelt. Hát ez szoftver esetében talán nem tudom, hogy lehetséges-e. Azonban az ismeretlen szerző szoftverek is általában közkincs szoftverek. Ez nem mindig van így, de azért is van megcsillagozva, de az ismeretlen szerzői szoftverek is közkincs szoftvernek számítanak, mindaddig, amíg a szerző nem fedi fel magát. Utána néztem, az open source definícióban is benne van az, hogy a forráskódért maximum egy reasonable costot lehet felszámolni, tehát azt a pénzt, amibe annak, aki odaadja a forráskódot, az került, hogy oda tudja adni. Ugyanez van azért, ugyanez van a GPL licenszében is. Szerintem azzal kerül össze, hogy igen, lehet pénzt kérni szabad szoftverrel kapcsolatban. Ez tipikusan valami hozzáadott szolgáltatás. Például a támogatás majd lesz, hogy szokták kérni. Így van, de jó, tehát azért akkor a jelenlévőknek, hogy tisztázzuk, tehát a FLOS licenszek nem feltétlenül ingyenesek, maradjunk ennyiben. Az open source definíció mondja azt, ami a definíciója az open source-nak, az mondja azt, hogy maximum annyi pénzt lehet elkérni a forráskódért, ami de azt kell. Jó, a kompilált szoftverért egyébként az viszont már nincsen, mert a kompilált szoftverében bármilyen, hát azért, hogy kitértek. Az már hozzáadott érték. Az már hozzáadott érték. Jó, azért mondom csak, hogy felhasználói oldalról nem jelent feltétlenül ingyenességet a szoftverek tekintetében, hogy azért a futtatható tartalomról beszélünk akkor, hogy pontos legyek, tehát hogy a futtatható tartalom kérhetnek pénzt, én nagyjából ezt mondtam, és nincs itt a közöttünk, hanem egyetértünk. Jó, tehát hogy PSD jellegű licenszekről beszéltem az előbb, és itt azért is mondom, a PSD licenszek, ami ugye például nem is GPL licenszel szemben, abszolút lehetővé teszi a kereskedelmi forgalmazást is. Ez a licenszelési típus még azt is lehetővé teszi, hogy a forráskódot csak részletekben tegyék közé. Tehát bizonyos forráskód részleteket betehet a zárt licenszek közé, ahol például a forráskód megismerhetőségét sem teszik jogá, de ezek már nem szabad szoftverek, jó? Tehát a BSD jellegű licenszeknél csak azt kell tudni, hogy keverhető a licenszelés. Tehát, hogyha mi egy szoftvert csinálunk BSD licenszű forráskódból, akkor keverhetjük, tehát olyan licenszet is tehetünk hozzá, ami megtiltja mondjuk a forrás, tehát nem teszi lehetővé a forráskód megismerését. Ezek már nem annyira elterjedt licenszelési formák egyébként.
itt is általában a felelősség kizárása jellemző, régebbi licenszelési forma egyébként a BSD licenszelés. A legjellemzőbb licenszelési forma ma a copyleft licenszek, a legismertebb változata valóban egyébként a már említett GPL, a GPL, ennek egyébként több változata is van. A copyleft licenszeken belül is, miután nagyon elterjedt, ezért most már kétfélét különböztetünk meg, ezek valójában csak a jogok összességének mennyiségét jelzi, mit tesz lehetővé, mit nem. Talán annyiféle copyleft licenszet ismerünk, ahány szoftver van talán ebben a licenszelési formátumban, kivéve ugye a szabványosított licenszelésnél. Tehát itt aztán valaki elvesz egy már használt licenszből, saját név alatt új licenszet hoz létre, és mondjuk azt mondja, hogy mégiscsak az én születési dátumomat tartalmazza minden szoftver, ami ez alatt a licensz alatt terjed, és nem szabad kitörölni, és akkor ez már az ő saját licensze lesz. Éppen azért, hogy mert olyan sok licensz jött létre egy időben, ezért manapság már a standardizált licenszeket szeretjük, hogyha használják a szerzők, a programozók. Itt alul egy párat megemlítettem, és mindjárt ismertettem is őket. A gyenge copyleft licenszek éppen csak azt teszik lehetővé, hogy más, akár kereskedelmi licenszel, vagy megzártabb licenszel is forgalmazásba kerüljen az adott szoftver, kompilált szoftver, míg az erős copyleft licenszek a közkincs jelleget szeretnék, a szabad jelleget szeretnék fenntartani, azok nem teszik lehetővé, hogy kevert licenszű szoftvereket adjunk ki, vagy használjunk föl az erős licenszelési szoftverekből. Ezeknél ugyanolyan szabad licenszt, tehát legalább kompatibilis szabad licenszt alatt kell tovább licenszelni a saját programunkat, ha az ilyen jellegű forráskódot használtunk föl. Néhány legismertebb licensz az egyik a GPL, ennek a gyengébb változata az LGPL, ami a felső csomagban található. Ezek pedig ettől egy kicsit eltérő licenszek. A BSDL, amiről beszéltem, az egy megengedő. A BSDL-nek van egy copyleft változata is, tehát átmentették a korábbi jobban megengedő licenszet egy copyleft licenszbe, vagy hát van annak változata. És ami minket talán jobban érint, mint magyar informatikusokat, illetve szoftverkészítőket, az az EUPL licenz. Ezzel kifejezetten az európai jogrendszerben jött létre. Egyébként ez talán az első olyan licensz, amit európai közintézmény, vagy hát államigazgatási intézmény hozott létre. Az összes többi organikus fejlesztési vagy kiadói licensz egyébként. Ez egy intézményes licensz, és az elsősorban a közigazgatásra találták ki, de létrejött az a változata, ami a kereskedelmi, vagy hát a szabad felhasználói licenszelést is lehetővé teszi. Tehát mindjárt ezt kicsit részletesebben is érintjük. Az a lényeg, hogy ezek a licenszek meghatározzák, hogy mit lehet és mit nem. És hát itt nagyon jól látszik, hogy például ez a licensz mit enged meg. Ez egy elég gyenge licensz egyébként tulajdonképpen, mert bármilyen más licenszel, szabad licenszel való kombinálást megenged, forráskód szinten is, meg könyvtár szinten is, a származtatott, tehát az elkészült saját forráskódunknak, szoftverünknek a licenszelését is lehetővé teszi, beleértve a magának a felhasznált forráskódnak az újra licenszelését is, de annál már azért megkötést tartalmaz, hogy csak ezeknek a kompatibilis licenszeknek a felhasználását teszi lehetővé. Ennek a licensznek az az érdekessége, hogy mi magyarok is tudjuk használni. Az összes többi licensz, tudomásom szerint, nem biztos, hogy már így van, hivatalosan csak angolul érhető el, vagy az angol nyelvű változata. Hivatalos nyilván van mindegyiknek fordítása, de fordításbeli különbségek miatt rengeteg probléma lehet, ezért jogi szempontból azt mondjuk, hogy az angol változata hiteles, mindig ahhoz nyúlunk vissza,
és abból értelmezzük, hogy mit szabad és mit nem. Ennél a licensznél gondoltak erre is, mint egy európai licenszről van szó, mind a 22 nyelven elérhető egyébként, ami hivatalos nyelv az Európai Unióban, és így magyar nyelven is. Ráadásul a magyar joggal is harmonizálásra került, tehát megfelel a szerzői jogi törvény rendelkezéseinek, és van hiteles magyar elérhető fordítása is. Mondtam, hogy a bizottság által létrehozott és jól elhagyott. Itt kifejezetten figyeltek arra, hogy maga az adott, ez alatt a licensz alatt létrejövő forráskódok, szoftvereknek a forráskódjai mindig elérhetőek valamilyen központi tárolóban. Erre külön az Európai Unió egyébként az Európai Bizottság által működtetett központi adatbázis, könyvtáradatbázist, illetve szoftveradatbázist is működtet, tehát ők elvileg ezzel, meg az elosztott hálózatok elmélet alapján ezzel biztosítják, hogy ezek a forráskódok ne vesztenek el, mert egy központi forráskód tárat is működtet az Európai Unió. Minden célra, tehát a diszkriminációt abszolút tiltja, illetve lehetővé teszi a szoftver reprodukálását mindenfajta módon, illetve a nyilvánvalóan a származékos szoftverek létrejöttét is lehetővé teszi. Hát a nyilvánosságot biztosítja, ez talán még fontos, és itt nagyon érdekesen megint csak, hogy ez a licensz szintén lehetővé teszi, hogy akár haszonbérbe, vagy haszonkölcsönbe is adjuk a szoftverünket, ami ilyen licensz alatt a felhasznált forráskódot tartalmaz, tehát ezt kifejezetten lehetővé teszi a kereskedelmi hasznosítását az általunk létrehozott szoftvernél. Hát az újra licenszeléssel vannak gondok, ez kidolgozatlan része a licensznek, de maradjunk annyiban, hogy az újra licenszelést is lehetővé teszi maga a felhasználási engedély. Ezt már mondtam, hogy harmonizálásra került a magyar jogrendszerrel is. Ez talán kritikus, mert az összes többi licensz az elsősorban amerikai ihletésre és az amerikai jogrendszerre épül. Tehát Magyarországon, illetve akár az EU-ban nagyon nehezen felhasználható, mert egy csomó olyan kulcs szót vagy fogalmat próbál használni, ami a magyar vagy az európai jogrendszerben nehezen értelmezhető. Azért ezzel vitatkozni, mert a szabványos licensznek, ez a GPL-t, meg a Creative Commons licenszeket, azokat mielőtt egy új verziót kihoznak belőle, mindig megvizsgálja egy jogász csapat, az összesen... Nagyon köszönöm, mindjárt a CC-ről szó lesz. A CC azért nem fél ide, és nagyon jó, hogy említetted. A CC licenszek, a Creative Commons licensz, az egy zárt és teljesen nyílt licenszrendszer. Nem tartom, én a személyes véleményem az, és több informatikai jogász kollégával is egyetértve, nem a szabad szoftverek licenszei közé tartozik. Van benne olyan is, ami a szabad szoftverekre vonatkozó licenszet tartalmaz. Az előadás végén, ha marad rá idő, remélem, akkor a CC licenszek ismertetésére is lesz szó, sőt most jönne egyébként. Tehát ez egy olyan licenszrendszer, ami nem szabad szoftveres licenszrendszer, hanem azt is tartalmazza. És valóban ugye a Magyarország is csatlakozott, vagy magyar részről is van csatlakozó a CC licenszrendszerben. A Bodó Balázsék meg egy magyar egyesületet is létrehoztak, és valóban a magyar jogszabályoknak is megfelelő licenszeket, most a 4.0-as van hatályban, a magyar jogszabályoknak is megfelelő. Jó, hát akkor talán erről is beszéljünk, hogy ez a licenszrendszer nem kifejezetten szabad szoftveres licenszrendszer, hiszen van olyan része, ami minden jogot fenntart a szerzőnek. Nyilván ez egészen a köztulajdonig széles skálán mozog. Talán ez a legegyszerűbben használható, nagyon könnyen érthető saját jelölési rendszert, most már közismert jelölési rendszert használ, ezért különböző korlátok és jogok között talán mindenki megtalálhatja benne a neki tetsző licenszelési módot, és nem kell hozzá hosszú szabályzatokat írni,
hanem a saját szoftverünket bevonhatjuk alá, illetve ha ilyen forráskódot akarunk felhasználni, akkor könnyen tudjuk azonosítani, hogy milyen licencelési jogok, illetve korlátok vannak az adott forráskódnál. A CC licencnek előnye, hogy két darab jogot biztosíthat, az egyik a terjesztési jog, ugye a share-ből, a másik pedig a remixéből jog, tehát hogy a feldolgozások hozhatóak létre. Ebből a két jogból, illetve a négy korlátból állít össze licenszeket, ezért nevezik licenszrendszernek, és mindegyiknek saját jelölést használ egyébként. Az itt látható képek azok pont azt hiszem a Wikipédiából származnak, és ott ezek megtaláltak, illetve nyilván a Commons oldalán is, és az összes csatlakozott ország nyelvén is elérhető. De itt is igaz az, hogy jellemzően az angol nyelv a hivatalos, bár elvileg hivatalosnak tekintjük a magyar fordítását is. A piktogramok segítik, hogyha a terjesztésnél, hogy azonnal ráismerhetünk, hogy mit szabad és mit nem, és a négy korlátozás ugye a jól látható, hogy a megnevezést, illetve a változtathatatlanságot korlátozhatja, illetve hogy az eladási jogot, a kereskedelmi célokra való felhasználást, illetve a módosítást korlátozhatja ez a licenszrendszer, és ebből adódnak aztán a különböző licenszek. Azt hiszem, hogy a 4.0-ban 10 féle licensz jön létre ezeknek az összeválogatásából. Nagyjából ennyi lett volna itt a forrásokat, hogy honnan dolgoztunk, illetve az elérhetőségemet tartalmazza a honlapon keresztül, bármikor elérhető vagyok. Arra szeretném felhívni akkor még egyszer a figyelmet, hogy azért az ingyenességben ne bízunk, illetve hogy mindig vizsgáljuk meg a terjesztési licenszelést, tehát magát a felhasználási engedélyt, hogy mire van jogunk és mire nem. Elvileg a szabványosított licenszekben, ha még bele is írna valamit, de a licensz megjelölésnél valamelyik szabványnevet használja, mondjuk a GPL-t vagy éppen a Creative Commons, akkor az abba került módosítások érvénytelenné válnak, tehát hiába tart fel egy jogot, amit a maga a licensz egyébként mint jogként megengedne, akkor a licensz lesz az erősebb, a közzétett licensz lesz az erősebb, tehát a magában az engedélyben fenntartások azok érvénytelenné válnak, nem vagyunk kötelesek azokat tudni, tehát nem kell elolvasni, hogyha a licensz megnevezés a szoftver mellett van. Jó? Ha kérdés van, akkor arra szívesen válaszolok. Érted. Még egyszer mondom, hogy a szabad szoftvernek nem a... Tehát, hogy a szabad szoftver az nem azért ingyenes, mert ingyen kell adjan, hanem azért, mert ingyenesség nélkül nem lehetne szabad szoftver, és szerintem az előbb megbeszéltük azt, hogy a forráskód az mindig elérhető. Pedig egy kérdés. Csak a szoftver felhasztál magának szerintem. A szoftver felhasztál magának. Ha ő kért tőled egy e-demokrácia szoftvert, és te leszállítod neki, de nem vagy köteles az a szoftver nekem ideadni. Ha akarod, ideadom. Ha ő akarja, ideadja. Ha egyik sem akarja, akkor bekaphatom. Ez a lényeg. És akkor mi az a szabad szoftver? Igen, ugyanezt mondja Richard Stallman is, hogy digitált a szabad szoftver. Nekem is van a joga hozzá, de ha mindketten beintettek nekem, akkor én most nem tudok mit csinálni. Akkor nézd meg a open source definíciót. Abban az van, hogy elérhetővé kell tenni. De az elérhetőség, ez egy nagy tévedés az elérhetőség, nem akkor, hogyha vitatkozom vele, de az elérhetőség az nem ingyenességet jelent, szóval itt a szabad szoftver... Maximum a szállítással felülhetőség. Nem csak a szállítással, tehát hanem az elérhetőség az, hogy nem korlátozhatja, hogy nem diszkriminálhat földrajzilag, nem diszkriminálhat csak embercsoportot, de semmilyen módon nem korlátozhatja. De ha mindenkinek pénzért adja, akkor pénzért kell megvenni, vagy hát nyilván tudhatunk úgy, hogy nem. Tehát az elérhetőség, hozzáférhetőség az nem ingyenességet jelent. Van még egy dolog, amit nem teljesen értettem, mert amit én értettem, az volt,
hogyha van valami ötletünk egy szoftverrel, akkor ezt írjuk le, meg majd azt a szerzői jog védeni fogja. Most a szerzői jog tudtam már nem négy ötleteket. Így van, ezért mondtam, hogy az ötlet elgondolás működési elv az önmagában nem élvez védelmet, de amennyiben ez egy bármilyen más, nem szoftver jellegű műalkotás, tehát már ugye ez már egy fejlesztési dokumentáció lesz egyébként, ami már a szoftver fogalmába is belefér, de még annál kevésbé részletes, akkor ez, mint önálló mű, az viszont a szerzői jogvédelem alá már kerülhet. De az csak nem szoftverként. A műnek a megjelenését védi, a mögötte lévő ötletet nem. Tehát az ötletet tehát, magát, az nem egy matematikai műveletet, vagy egy műveleti jelvet. Tehát, hogy az le van írva, az azt jelenti, hogy a benne lévő ötletet ugyanúgy meg lehet valósítani. Ez így van, tehát ez egyébként minden igaz, míg a szoftverben lévő működési elv sem lehet, hiszen akkor más nem tudná felhasználni azt a műveletet, és ez megállítaná a fejlődést. Tehát valóban itt a határ, hogy az ötlet elv elgondolása az nem minősül védelemnek, de a szerző jogainkat védi, tehát mint szerző mi rendelkezünk azzal a elgondolással, ha már egy valamilyen dokumentációban formát ölt, akkor azt már védi. Ettől még nyilván nem terjed ki a kizárólagos jogunk arra az ötletre elve. Köszönöm szépen, akkor ez itt, ha nem volt teljesen értető, akkor remélem most már az. Van-e még kérdés? Szoftver felhasználás, hogyan licenszeljük a saját szoftverünket? Hát leginkább először úgy, hogy valamelyik standardizált licenszert próbáljuk használni, de írhatunk sajátot is. Amennyiben ehhez meg segítség kell, akkor természetesen mi is állunk rendelkezésre. Illetve, hogyha valamilyen nagyobb szoftver megvalósításnál forráskódot szeretnénk felhasználni, akkor javaslom, hogy szintén konzultáljunk.